Kicsit meglepődtünk a mérkőzés előtt, hogy a te neveddel kezdődött az összeállítás. Téged mennyire ért váratlanul, hogy Kevin Constantine téged tett be első szemükapust? Hát így igazán nem ért váratlanul, mert már a szezon elején az edzőmeccsen is megkaptam a bizalmat tőle, úgyhogy reméltem, hogy a Bajnokok Ligája sorozat során is majd be tudok segíteni én is a csapatnak. Úgyhogy nagyon örültem, amikor megkaptam a hírt tegnap, hogy kapuba kerültek, nagyon izgalmas ez mindig. Úgyhogy örültem neki. Úgy gondolom, hogy éltél is a bizalmával, és óriásokat védtél, és a közönség is a szívébe fogadott, ha úgy tetszik, mert hogy többször is skandálták a nevedet, nem tudom, ez mennyire hallatszott a jégen. Hallatszott, nehéz is felfogni így fehérváriként, úgyhogy ez volt az első meccsem így ilyen nagy közönség előtt itt, úgyhogy nagyon jó esett, nagyon jó érzés volt, és hát még kell egy kis idő ahhoz, hogy feldolgozzam ezt. És magáról a mérkőzést, azt hogy élted meg, ugye nagyon sokáig vezettetek is, és tényleg az utolsó 10 percig nyitott volt a mérkőzés kimenetele. Úgy gondolom, hogy egy oda-vissza szoros hoki mérkőzést tudtunk játszani a Röglével, ami mindenképp pozitív, szerintem nagyon jó csapat ők. Így igazából még nem tudjuk, hogy mi ment el itt a vége, megnézzük videón, kielemezzük és hát javítjuk a következő mérkőzésekre. Úgy érzem, hogy most jól kezdtünk, nem voltunk úgy megrettenve, mint az előző meccs elején. Teljesen jól beleálltuk a mérkőzésbe, ment oda-vissza a játék. Aztán igen, megszereztük a vezetést, most ez így alakult, hogy itt a végén ez volt, ez az 5 perces hátrány kicsit elvette a lendületünket. Ezzel nem lehet mit csinálni, van ilyen okba. Te is említetted ezt az 5 plusz 2 percet, mert aztán még az 5 percre 2 percet ráraktatok, azt nagyon szépen kivédekeztétek, az volt hatással arra, hogy a végét azt kevésbé bírtad? Hát nem azt mondom, hogy kevésbé bírtuk, hanem a lendületet elvesztettük, tehát addig egy oda-vissza meccs volt, mi is támadtuk, ők is támadtak. Most amikor 7 percig hátrányban van az ember, óhatatlanul az ellenfél fog támadni 7 percig. Beindul egy kicsit a lendületük, kicsit elkezdenek támadni, megjön az önbizalmuk, és utána is ugye tudtak támadni. Ott már annyira nem, de aztán volt egy-két helyzet, és ezt be tudták lőni. Hogy látod egyébként Magasi Berint szabálytalanságáért 5 plusz végleges kiállítást? Nem mindenki azt figyelte, hogy mi történik a jégen, senki se tudja, hogy mi történt ott a palánknál. Hát megmondom, hogy nem vagyok bíró, bár úgy tűnt, hogy Magó elesett, ott összecsúszott, az egy nagyon szerencsétlen szituáció. Egy másfél méterre a palánktól ott beleesnek, nem tudom, nem vagyok bíró, a bírók eldöntötték, ez lett a vége, ki kellett védekezni, jól ki is védekeztük, hát sajnos nem is került megnyerni a meccset. Hát személy szerint én amúgy nem éltem meg ezt az 5 perces kiállítást rosszul, úgy gondolom, hogy le a kalappal a védekezők előtt, mert nagyon könnyen megsemmisítették a támadásokat, alig töltöttünk időt szerintem a mi zónánkba, ahhoz képest, hogy 5 perces kiállítás volt, úgyhogy jól védekeztünk nagyon. Ugye most ezzel a két Bajnokok Ligája mérkőzését tulajdonképpen elkezdődött az idény, de a bajnoki idény az majd szeptember közepe lesz. Erre a játékra, amit most a címvédő ellen mutattatok, a Rögle ellen lehet építeni a bajnokságban is? Én úgy gondolom lehet, ezek jó mérkőzések arra, hogy felmérjük az erőnket, ilyen erős csapatok ellen jobban kijön, hogy milyen területeken kell fejlődnünk, úgyhogy én szerintem nagyon jó mérce, és nagyon jó lehetőség a fejlődésre. Hogy látod, milyen erőt képviseltek jelenleg? Én nagyon örülök, mivel úgy gondolom, hogy azért megálljuk a helyünket ebben a bajnokságban is. Így az első két meccs alapján én úgy gondolom, hogy minden meccsen tudunk gólokat szerezni, közel tudunk érni az ellenfélhez, úgyhogy mindenképp pozitív szerintem a két meccsből levolható következőny. Ugye te a hosszú sérülésed után tértél vissza erre a két Bajnokok Ligája mérkőzésre, hogy érzed már magad a jégen, milyen volt így újra játszani? Nekem is szoknom kell az új rendszert, amiben játszunk, tehát hiába voltam részese az edzéseknek az év elején, tavaly annyi mérkőzés nem játszottam, tehát még azért nekem is szoknom kell az edző új taktikáit, idézőjelben új, nekem új a játék. Az más, hogy elméletben tudja az ember. Próbálom végigépíteni a játékomat, ott, ahol beraknak, ott segíteni, és minél többet kihozni magamba és fejlődni. Térjünk ki arra is, hogy mindkét mérkőzésen iszonyat jó hangulat volt itt a csarnokban. Ez rendületet ad nektek egy bajnoki idény kezdésre, és hiszen az is nem sokára eljön. Természetesen ez szerintem óriási. Én még emlékszem az én első évemben, a szezon elején nem volt annyira nagy érdeklődés, még meleg volt, még nem feltétlenül hokira jöttek az emberek.
Nagyon jól látni, hogy teltház van, már bemelegítésen őrjöngenek az emberek, óriási így játszani, és szerintem az 5 perces hátrány alatt biztos lehetett érezni, hogy szinte 5-5 bejátszottunk, mondhatjuk úgy, óriási támogatást kaptunk, és reméljük, hogy a szezonban is ez lesz, és reméljük, hogy örömet tudunk okozni továbbra is a szurkolóknak.